Újfehértő eddigi egyetlen olimpikonja, a tragikusan fiatalon elhunyt Kenügy Szegedi Károly, az Európa-bajnoki és világbajnoki ezüstérmes kosárlabdázó Papp Klaudia és a 700 maraton teljesítő Csukrán Mihály fotója is megtalálható a bajnokok falán, amelyet hivatalosan kedd óta tekinthetnek meg az újfehértői szabadidőközpontba látogatók. Az intézmény vezetőjének régi vágya teljesült azzal, hogy példaképeket állíthattak a fiatal sportolók elé. 2 évvel ezelőtt egy baráti beszélgetés alkalmával jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt a Újfehértői Szabadidőközpontot felemelnénk egy úgynevezett bajnokok falával, a híres újfehértő elszávazott és újfehértőn élő sportolóknak a képeit kiraknánk. Láttuk itt, hogy vannak fiatal kempósok, én elsősorban rájuk gondolok, hogy biztos, hogy lesz olyan, hogy 1-2 év múlva az ő képük is kikerül, ezért is mondtam azt, hogy itt egy ösztönző, hogy fel lehet kerülni erre a falra. A rendezvényen köszöntötték azt a 8 újfehértői kempust, akik 22 éremmel tértek haza a spanyolországi Guadalajarában rendezett világbajnokságról. Újfehértő rendkívül büszke ezekre a fiatalokra, kevésbé fiatalokra, hiszen olyan eredményt produkáltak az elmúlt időszakban is, a legutóbbi spanyol világbajnokságon is, ami azért példaértékű lehet az egyéb sportágak számára is. Most már mondhatjuk, hogy Újfehértő nevét és az újfehértői kempót megismerték a világbajnokságokon, világkupákon. Én szeretném megköszönni a szülőknek is azt az önzetlen hozzájárulást, amivel támogatják az Egyesületnek ezt a fajta munkáját. Természetesen az önkormányzat is a maga szerény eszközeivel hozzájárul, hogy minél többen és minél tovább tudjuk öregbíteni a város hírnevét. Erre a nemzetközi szintéren legközelebb októberben lesz lehetőségük az újfehértői kempósoknak, akkor rendezik ugyanis Lisszabonban a sportág Európa-bajnokságát.